Törvényességi felügyeleti eljárást és a gyermekvédelmi törvény módosítását kezdeményezi a Mi Hazánk mozgalom a Nemzeti Múzeumban megvalósult LMBTQ propaganda miatt. A nemzetközi sajtófotó kiállítás keretében ugyanis a tavalyi év legfontosabb történéseként állítják be, idézem, az LMBTQ plusz kisebbség elleni erőszakot, illetve az egyik kiállított téma, szintén idézem, egy meleg idős otthonban megvalósult tehetségkutató és szépségverseny, amelyen a születési nem megváltoztatásának ízléstelen propagandája is megvalósul. Mindezt úgy, hogy a múzeum honlapján az szerepel a kiállítással kapcsolatban, hogy 14 éven aluliak számára felnőtt felügyelete mellett ajánlott a megtekintés. Ez sem egyébként kifejezetten az LMBTQ tartalom miatt, hanem számos más háborús fényképeket is találunk a kiállításon. A Mi Hazánk mozgalom szerint egyértelmű jogalkotói hiba, hogy az állam által fenntartott, illetve állami költségvetési támogatásban részesülő kulturális intézményekre nem vonatkozik a gyermekvédelmi törvénynek ez a része, hiszen ez azt jelenti, hogy ezek gyakorlatilag korlátozás nélkül folytathatják az LMBTQ propagandát, ahogy azt látjuk a Nemzeti Múzeum esetében is. Ezért jelenleg más jogi eszköz nem áll rendelkezésünkre, csak az, hogy Csák János miniszterhez fordulva kérünk törvényességi felügyeleti eljárást, és a minisztertől várjuk ennek az abszurd helyzetnek a megszüntetését, valamint törvénymódosítást is kezdeményezünk. Ezt a levelet fogom elküldeni Csák János miniszter úrnak, amelyben leírom a tényállást, ennek megvalósulását, illetve kérem arra, hogy ezt a jogellenes állapotot szüntesse meg. Az értékrendre vonatkozóan pedig ismét nyilvánvalóvá vált a kormánynak a farizeus álszent politikája, hiszen nem csak arról van szó, hogy jogszabályban nem tiltotta meg a kulturális intézményeknek az LMBTQ propagandát, hanem a Nemzeti Múzeum élére olyan embert, nevezetesen Elsimon László, korábbi államtitkárt nevezték ki, akinek a vezetésével ez zavartalanul folyhat a valamikor értékesebb napokat is megélt intézményben. Tehát nem csak nem tiltja a kormányzat az ilyesmit, hanem a korábbi államtitkárok vezetésével ők maguk népszerűsítik ezt az aberrációt, ráadásul a Nemzeti Múzeumban.